Úgyhogy a csavart antennám is, ez a, amit át lehet dugni. Akkor 2x20 méteres dipol is. A 8 méteres horgászbot, de minden van. A horgászbot a legjobb van. A legjobb. Nekünk 10 méteres. Össze lehet tolni. Össze lehet tolni, pont a könnyű. Ja, és ugye ez is karbon. Hát, üvegszálasat szoktam használni. De nem, milyen a leghosszabb tényleg pecsabot ezekben? Na, hát a következő. Az ember olcsón akar venni, akkor 8 méteresnél több, na, hosszabbat nem csinálnak. De az még a 4,5 körül. Megmondom, hogy hol. De nem 4,5 körül, az már 10 fölött. Nem, 4000 forintért Pesten, a Józsefvárosi piacon van a 32-es áruház. És kínai áruház, ott árul 10 méteres forga, üvegszálas, garantáltan üvegszálas. Mennyi? 4000, 3200, attól függ, mennyit veszel tőle, mert nagy kell. Egyet. Akkor is nem sok. Ha viszel 4-5, akkor 3000. De csak összecsukod, meg kihúzod. Én azt csináltam, hogy egy alátétet az utolsó ízre rátettem, hogy megszorult. Oda ráforrasztottam rézrótot, egy csokoládészorító. Bement a két drót, oda közép, és a másik két szélén meg elvittem az antennát. És rendesen 240 ohmos régi TV-kábellal gyönyörűen jövök. Nem belül, kívül. Inverted V. Inverted V antennát. Jaj, jó dolgozik, hogy nem igaz. És a sugárzó, tudod micsoda? Azt nem éretezték gyárilag. 2x20 méteres ruhaszárító kötél. Az a fémmel se jön, az a fém pontosan, semmi más. Olyan finom... Műanyag van rajta, ugye? Az. Nem nyúlik meg. Azért száll, de olyan könnyen le lehet gombolyítani, úgyhogy nincs semmi gond, még soha nem gubancolódott össze. Hát majd tényleg gombolyítva minusz 10-be. Hát, a nagy vár. Megkeményedik a műanyag. Legyen a... Annyira jól sikerült, hogy akár összetekerem a kábelt, akár kiengedem, lehangolom egyszer a készüléket, ugyanúgy tartja az állóulámat. Tehát az antennának a végén táplálod? Hát vertikál. Vertikál antenna. Mert én ismerem a Ribakom antennát, ottól a végében van egy 9-es valózatú. Ja, most a jó. Nem a rádiót, meg a GPS megbolondul. Mert? Szépen a... Hány fok van benne? Hát ki van nyitva. Akkor is. Szerintem jobb felteszed, mert ötakarod. Igen. Jó, majd. A kinekünk a 36. Hát mindig ott szokott lenni benne. Mindegy, én ajánlom, hogy... Na várjál, hogy én ezt hagyom. Mert ugye már azért nagy tökség van. Mert hiszem az antennádot. Na. Jó. Primitív, de jó. Egy óra tettem van. Az az antenna már körülbelül egy 5-6 éves. A horgászbotok mindig letörnek, de az antenna mindig az előtt. Ez a... Hovax antenna. Nem az, hanem az állapot, az valami, nem valami szovjet katonai antenna darabja. Horgászból. Három részes horgászat, 750 forint. Kész. Na. Nekem van ilyen, csak 8 méteres. Hát nekem is van. Nem tudom, hogy hány ott van a kocsi átújjában. Rengeteg van. Mondom, én szerintem a rádiót le kell takarni, mert display az megadja magát. Na majd meg. Különben tényleg egy pofon egyszerű gyártmányú, szóval le a kalap előtte is. Hát de nézd meg, látod? A két részes horgászbotnak az ez még hosszabb. De jön még egy része. Azt belevágtam úgy, hogy mert így egy kicsit húgos. Igen. Ide tettem, hogy szétterepedjen zsugorcsövet, és ez a tetején... És a pályát is bírja. Hát persze. Hát én megyek mondom, hogy nem. 160. Azért mondom, hogy... Gyönyörű. Hát így lehet látni, hogy így görbe. Én ezzel nem megyek 160-at többet, hogy lenövegye a szíhez. Aha. Van azért, itt. Azért ez már meghajlikám. Mondom, hogy gyönyörűen így szépen meghajlikaná a sebességet. Például ott láttam a rádiót, hogy ott is, hogy nehogy megadja magát. Ja, ma megfordítom akkor. Talán majd
Merre megy a nap, vagy hogy megy a nap? Arra megy. Arra megy? Igen, no, hát akkor. Megfélem, majd este oda, arra állok, úgyhogy. De van itt nekem olyan, de ne nézd csak ide, milyen antennám. Látod? Itt vannak a horgászbotok. Uh-huh. Ezt ki egy osztráknak vettem. Na ez körülbelül a 8 méter. Ez a 8 méter. Igen. Ez az, amit én szoktam használni. Ha nézd, na nekem ugyanez van. Ugyanez van. Na. Tök ugyanez van, és akkor ez... Hopp, 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 hopp. Na, lejött a vége. Lejött a vége. Na itt van. És kérlek szépen az utolsó tag természetesen azt nem lehet. Hogy? Az utolsó tagot nem lehet, az mellett az. De mit nem lehet? Ennek utolsó tagját. De mit nem lehet? Használni, mert az a többet. Ja nem, hát én alátétet teszek rá, és ott akad uh-huh. meg. Uh-huh. Az a tartója neki. Érted? A vejemmel csináltunk egy talpat, hogy a kerékre ráállsz, tudod? És akkor úgy van megcsinálva a talpa. Ide. Itt van itt ám minden. Mint a jogurtban. Van itt ám minden, úgyhogy bárhova megyek te, nézd a kempingtől, a kajától, a izéig, minden, az ég adt a világon, minden, látod? Látod? Csak fölteszem a ezére, a kétlángú munzenégőre. Van is. De ez nem magyar. Nem, hát én kint élek a kajával. Hát én tudom, hát azért mondom, hogy na, nem magyar. Magyar ember nem magyar kaját eszi. Nézd csak ide. Itt van a ezé. A talp. A talp. Ez egy ekkora ezé, igen. Beton, amelyikben aszimmetrikusan van a rúd, de ez gyárilag van. Uh-huh. Érted, ilyen izéhez csinálták, a napernyőhöz. Igen, igen. És 15 euróért vettem. Nem is annak. És tudod, mivel aszimmetrikus, ha bizonytalan a dolog, akkor úgy, hogy mondod, a kerékkel rá tudok állni. És kés. És acél, hogy hívják? Érted, hát most nem tudom így megmondani. Nekem egy acél... vas van, kazánlemez, igen, igen. És akkor az van egy háromszög, igen, igen, igen. Meg egy kifeszítő, és azokká tudom állítani, bár akár ilyen gödörbe, vagy akár beállok, aha, azt ja. Én sem tudom az antennát állítani. Ja. Hát nézd meg. Na jó van, megyek, mert itt nagyon meleg van. Nézd csak ide. Itt van az antennám, látod? Ja, ez ruhaszárító. Igen. Inverted V. Igen. Kompettül kész, minden itt van, látod? Csak feldobja az ember, átdobja. Pontosan. Ez én pontosan, azért kérdeztem, darab. Hogy... Ellensúly legyen, ami lehúzza. 220 voltok, mondom, hol lett, de hosszabbítom, és van itt minden, az ég a